2020 év elején, a koronavírus világjárvány kitörésekor mindannyiunk által ismeretlen útra tévedtünk. Nem ismertük ennek a betegségnek a gyógyítását, a járványügyileg szükségessé váló védekezési szabályokat sem gyakoroltuk korábban éles helyzetbe. Nehéz összefoglalni, hogy ebben a helyzetben mekkora feladatot hajtottak végre a kórház munkatársai. Létrehoztunk egy járványkórházat, egy járványsürgősséget, egy járványintenzívet, mindezt a korábbi szakmai kapacitásoknak a sokszorosával. Mindezt úgy, hogy közben a többi betegség sem pihent, a kórház minden működtetett szakmájában a szükségessé váló sürgős beavatkozásokat is mindig el kellett végezni. Mindezt úgy, hogy közben az egészségügyi dolgozók is a saját egészségüket kockára téve álltak ki nap mint nap a gátra és harcoltak a betegség ellen. Az egészségügyi rendszer működtetése az egészségügyi dolgozóknak jelentett kihívást, a rendszer működési feltételeinek a biztosítása és létrehozása pedig a gazdasági műszaki háttérterületnek jelentett óriási feladatot. Az egész rendszer átgondolása, a problémák sokszor pillanatról pillanatra történő megoldása pedig a vezetést állította óriási kihívás elé. Az elmúlt időszakban sokat tanultunk, ezzel munkánk hatékonyabbá vált, de ezzel együtt el is fáradtunk, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. Egy ilyen nehéz időszak után jó lenne pihenni, de a járvány következményeként számos újabb feladat nyomja a vállunkat. A harmadik hullám levonulásával az egészségügyi ellátásokat már újra szerveztük, de az elmúlt időszakban elmaradt beavatkozások pótlása területén még van feladatunk. Ugyanúgy jelentős energiákat köt le a kórházi oltópont működtetése, a Covid védőoltások kiosztása is. Ebben a munkában minden munkatársam egy emberként vált válnak vetve vette ki a részét. Ilyen összefogást követelő, hatalmas munka megvalósítása után nehéz egyéni teljesítményeket kiemelni. Ezért érzem rendkívüli lehetőségnek, és roppant hálás vagyok a Tolna megyért díj odaítéléséért, mert ez lehetőséget biztosít számomra, hogy az elmúlt időszakban a munkatársaim által elvégzett munkát nagy nyilvánosság előtt is a legnagyobb tisztelettel megköszönjem, és a nevükben büszkén vegyem át ezt a kitüntetést.